Rádzius Mikalaj, a Magyar Nemzeti Balett szólistája Fehér Oroszországban született. Gyermekként a Belarus Állami Táncakadémián tanult, amiért kezdetben nem igazán lelkesedett. Az első években nem nagyon tudtam, hogy mit is szeretnék, ki akarok lenni a jövőben. Talán 10 éves koromra értettem meg, hogy szeretek táncolni, és balettáncos szeretnék lenni. A gyermekkori útkeresés másokból sem volt könnyű számára. Az apám nem támogatott, mert az én országomban nem sok ember szereti a klasszikus balettet. Egy pici országból jövök, ahol csak egy színház működött. Talán csak az édesanyám gyermekkori vágya volt a tánc. Végül a Minszki, Bálsoj Opera és Balett Színház színpadán kötött ki. 2008-ban a kortárs táncok felé fordult, és a szentpétervári Eifmann Balettnél folytatta pályáját. 6 év után újabb változásra vágyott, ekkor döntött úgy, hogy visszatér a klasszikus baletthez, és Magyarországon táncol tovább. Megtetszett a budapesti opera, mert nagyon nagy repertoárja van. Itt modern és klasszikus táncokat is táncolhatunk, nagyon sok koreográfussal dolgozhatunk együtt, és ez nagyon jó nekünk táncosoknak. . 2014 óta tagja a Magyar Nemzeti Balett Társulatának, nemrég léptették elő magántáncosnak. Olyan nagy sikerű produkciókban láthatták a nézők, mint a Karamazov testvérek, a Kalóz, vagy éppen a Don Quixote. Az életem nagy részében komoly vagyok. Talán ezért is könnyebb számomra a színpadon is komoly szerepeket játszani. Azt meséli, szeret egyedül lenni, elmélkedni a világ dolgain. Piros motorján pedig akkor vonul el, amikor csak kedve tartja. Gyermekkori vágya volt a motorozás, ez a piros szépség az első motorkerékpárja. Nagyon szeretek motorozni, nagyon szeretek utazni, szeretem a szép tájakat, szeretek új helyeket felfedezni. Így kapcsolok ki igazán. Ilyenkor szabadnak érzem magam, és ez jó nekem. Egy dolgot leszámítva. Anyukám nem tudja, hogy motorozom, de a barátaim örülnek a hobbimnak. A fiatal balettművész 3 éve él Budapesten. Ez volt az egyik első hely, amit felfedezett a fővárosban. Budapest gyönyörű város. Nagyon meglepett, amikor ide költöztem, mert azelőtt nem jártam itt soha, nem sokat tudtam a városról. Aztán, amikor feljöttem ide és megláttam, hogy milyen gyönyörű ez a város, nagyon boldog voltam. Nagyon szeretem az építészetet, ez nagyon fontos számomra. Nagyon szeretem a régi épületeket, mert ezek árulkodnak a város történelméről, lelkéről. Nagyon szeretem őket. Mikalaj nagyon jól érzi magát a magyar fővárosban, és ezzel négylábú kedvence is így van. Bár ez elsősorban gazdája érdeme. Is my best friend. She's 4 years old. Ő a legjobb barátom. 4 éves. 3 éve kaptam ajándékba egy barátomtól. Ő Szentpéterváról érkezett velem Magyarországra. She came here with me from the St. Petersburg. Monya és Mikalaj nagyon jól megértik egymást. Rendkívül sok a közös bennük, többek között az is, hogy egy napon születtek. She's very friendly. Nagyon barátságos, nagyon aranyos, nagyon jó lelkű, szeretem. It's very good character, I like it. Mikalajnak a baletten és az operán kívül van egy másik oldala is, amit nem sokan ismernek. Mm.
Balett Akadémián kezdett zenélni, zongorázni tanult. Már ott kiderült, hogy nagyon muzikális. Olyannyira, hogy később autodidakta módon tanult meg gitározni. Nagyon sokfajta zenét szeretek, a jazztől a klasszikus zenéig, de leginkább rockot játszom. Természetesen orosz rockot, de nagyon szeretem a régi bandákat is, mint például a Led Zeppelint vagy a Deep Purple-t. Elsősorban saját örömére gitározik, de az opera színpadán a közönségért van. Rádziusz Mikalaj legközelebb egy igazi klasszikusban lép színpadra, Csajkovszki diótűrőjében a herceget alakítja.